A tavalyi nekirugaszkodás után most sikerült, a futszál másodosztályból elsőként a Dunakeszi Kinizsi jutott fel az élvonalba a nyugati csoportból, három fordulóval végelőtt bajnoki címet szerezve. Szijjártó Péter államtitkár csapatából itt van velünk most Kungából és Bita László, a siker hátterét felidézendő és megfejtendő. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó, elsőként gratulálok, és azt mondjátok meg, hogyha neveket kéne sorolnotok vagy mondanotok, ki lenne az első három személy, mint kulcsfigura ebben a sikerben? először is köszönjük szépen a gratulációt az egész csapat nevébe. Nem gondolom, hogy ki kéne emelni bárkit is, külön-külön. Az, az egész csapatnak a sikere, úgy a stábé, úgy a csapaté. Úgy gondolom, hogy megdolgoztunk ezért, elég sok munkát fektett, fektettünk bele. Megjött az eredménye szerencsére. Szerinted, Laci? Én sem emelnék ki kimondottan senkit, se, talán egyedül a Petinek a személyét, mivel ő -e semmi nem jött volna létre a Dunakeszin. Úgyhogy én azt mondom, hogy ő az, aki a mondhatni, talán a legtöbbet tett ezért. Hát mert akkor a Peti mondhatni amolyan, amúgy játszó, meg futballozó minari kede is úgy értem, hogy akkor az összerakta, meg lelkes volt, megcsinálta, meg hát bele is tanult a játékba is. Ez így van, úgy gondolom, hogy mutatja ezt, hogy majdnem 30 gólt a bajnokságba, amellett ő is mindent megtett a csapatért, de mondom, persze az ő szerepe kulcsfontosságú, de amellett szerintem mindenki beletette a saját részét. Azt mondjátok meg, hogy mi volt itt a legnehezebb, meg ugyanakkor egyszer, mint a legizgalmasabb abban, hogy vérprofi, egykori nagypályás focisták, futszalosok, meg lelkes amatőrnek indult srácok együtt hogyan tudnak összekovácsolódni egy, egy ilyen komoly és most már bajnokcsapatban? Érdekes kérdés. Úgy gondolom, hogy kevesen hiszik el, hogy tényleg nálunk ez nagyon jól működött egy nagyon jó társaság jött össze, pedig az élet más területeiről érkeztünk, és mégis egy nagyon jó csapat kovácsolódott, és úgy gondolom, hogy tényleg az eredmények is ezt bizonyít bizonyítják. Uh -huh. Na és ahogy, ahogy mi, mi volt ennek a titka, hogy hogy ilyen heterogént társaság, ilyen, ilyen, ilyen sokféle ember, meg sokféle háttérrel, akár sokféle háttérrel is ilyen jól össze tudott jönni? Hát mondhatni, hogy ott vagyok a, a kezdetek óta. Először ugye a Zsolti kezdettel, a Fehér Zsolti kezdettel Igen. dolgozni velük külön, akkor még a Ferencváros futszalosai voltunk, és euh, tavaly mi a Temesi Norbival, Zsoltival, euh, Horváth Ferivel, Gyuszival átmentünk így a Dunakeszi futszálba, és úgy gondolom, hogy nem kellett erőltetni ezt a dolgot, mert magától jött az, hogy euh, nem is inkább a, nem azt nevezném meg, hogy honnan érkeztek az emberek az életmelyik területéről, hanem azt, hogy, hogy mindenki egyénileg egy külön személyiséget képvisel, ami remekül beilleszkedett ebbe a társaságba, és én úgy gondolom, hogy magától jött az, hogy ennyire jól összekovácsolódtunk. Szia, Petiről már csak egy szó. Csak azért, mert bennem így megfogalmazódott, hogy, hogy itt sose fé féltek, hogy ő szemüvegbe focizik. Hát így sose féltek, hogy tudom, lerúgjátok véletlenül, vagy, vagy át, hogy miért nem kontaktlencsébe. Nem tudom, ez a Petitől kéne igazából megkérdezni, de nem férünk, sőt, hát ő se úgy közlekedik a pályán, hogy a félne. Volt olyan eset, hogy eltaláltuk, de nem volt ebből semmi probléma. Uh -huh. Na most uh, egy kicsit akkor nézzük ezt, a, ezt az egész évet, meg szezont. Uh, először azt, hogy melyek voltak azok a mérkőzések a bajnokságban, amire a legszívesebben emlékeztek vissza, amikor akár személyesen, akár csapatszinten, és azt, mondta, hogy a legjobban a teszi. Szerencsére sok ilyen mérkőzés volt, amikor jó játszott a csapat. Ugye emlékezetes volt a győr elleni akár a Magyar Kupában, úgy gondolom, hogy tényleg Európa egyik legjobb csapatával játszottunk egy döntetlent, úgyhogy akár nyerhettünk is volna. De hát sok ilyen meccs volt, akár a Fradi elleni rangadók, akár most a Fehérvár elleni meccs, nem sok olyan meccs volt, ahol, ahol közönség szórakoztató jó játék volt. Neked volt kedvenc Laci? A szezon első felében nem játszottam, úgyhogy... Akkor az Ozt... nem volt a kedvenc. <laughs> hát mint játékos, igen, nem, de onnan a Ferencváros elleni mérkőzést emelném ki, úgy gondolom, hogy az volt a legszórakoztatóbb, mint a közönség szempontjából, mint szerintem a Gáborék is úgy érezték hogy hogy azt élték át a legjobban tavaszi szezonban. Hát talán most ezt az utolsó meccset emelném ki, mert előtte ugye volt egy elég hosszú győzelmi sorozatunk. Tehát most az, ami, ugye, egy, egy négy négy, ami után bajnokok lettetek, az pont nem egy győzelmi. Nem, volt. de hát előbb-utóbb törvényszerű hmm. volt, hogy megszakad, és ugye a Fehérvár is az életért küzdött már, mint ami a rájátszást illeti, ők szeretnének bekerülni, és ezzel most óriási lépést tettek a felé, hogy minket megszorongattak ott uh, hazai pályán. Hát ez egy tipikus win-win mérkőzés volt. Tehát... döntetlen, igen, igen, egyezünk egy döntetlenbe. És van-e olyan uh, összecsapásodok a szezonban, amit inkább felednétek? voltak gyengébb meccseink, még hogyha akár meg is nyertük azt, természetesen nem csak azt néztük, hogy most a győzelmeket, hanem ugye a szakmai fejlődés nagyon fontos volt most, és úgy gondolom ezt itt a Mester meg a Fehér Zsoltival sikerült is, igazából azt néztük a az eredmények mellett, hogy a játék képe fejlődjön. Uh -huh. Na de most majd a szóba került itt a, érkezett itt egy jó nevű külföldi tréner a csapathoz, mit tanultatok a mestertől? Hát rengeteg dolgot, mondom, szinte egy új sportágat mutatott be nekünk, teljesen más futcát, mint ami eddig volt, amit mi eddig tanultunk, tehát igazából nem is tudtuk kitől úgy megtanulni, úgy gondolom, amíg nem érkezett meg a mester, nagyon sok új dolgot mondott, most sorolhatnám, hogy mit estik, hogy hogy milyen, milyen... Ne estik, de azért... Hát mondjad. akár taktikailag, akár stratégiában rengeteg olyan dolgot mondott, ami, ami nekünk újdonság volt, és el kellett sajátítani, és úgy gondolom, hogy a meccsek előre ez, ez sikerült valamilyen mm -hmm. szinten. Mm -hmm. No, de azt mondjátok meg, hogy mit tudtok róla, hogy marad-e a mester? Hát igazából mi úgy tudjuk, hogy az ő szerződése május végén lejár. Hát, é, igen, de a az szerződések azért vannak, hogy vagy megszűnjenek, vagy megújítsák őket. Azt nem tudom, hogy a tárgyalások mennyire haladtak előre vele, de hogyha most abból indulunk ki, hogy mennyire, elégedet, mennyire lehet elégedett a stáb az ő munkájával, és illetve a vezetőség, akkor én mindenképpen úgy gondolom, hogy a legjobb döntés az lenne, mind a magyar futcál, mind a Dunakeszi Kinizsinek, hogy őt itt tartanánk hogyha én maradna a, az, az első osztályban is veletek. Ha megnézzük azt, hogy vele ebben a bizonyos fejlődésben, ezek után melyek a csapatnak, a kinizsnek a legnagyobb erényei pályán, és most, nem a, most, most, kérem, ne arról beszéljünk, hogy, hogy milyen jó a csapat összetartás, meg lelkileg, hanem stílusba, játékstílusban, meg taktikában, akkor, akkor mit emelnétek ki? Hát főleg a védekezésünk változott uh -huh. meg a mesterérkezős óta, teljesen más alapokra ezt, akár a védekezést, akár a letámadást, akár bármit, mint ahogy mi eddig játszottuk. Ezt, ezt nagyon sok edzésen gyakorolva, de hát természetesen még mindig nem tökéletes, de ezt próbáljuk mind minél jobban, hogy addig nekünk teljesen más védekezésünk volt. Mi a különbség? Hát teljesen más a passávok lezárásával, uh -huh. a, egy másfajta védekezéssel sokkal kevesebb gólt kapunk, és ezáltal több helyzetünk is van, mivel sokkal több labdát szerzünk. Uh -huh. Szerinted azt? Én is a védekezést emelném ki. Máshol kezdjük meg az ellenfélnek a tér felé már. a papa idejében is úgymond letámadtuk az ellenfelet nagyon sokszor. így sikerült elérni többször is szoros eredmény, de itt más a letámadás zónázunk, és az ellenfél számára is azért az fárasztó, hogy, hogy, ott vagyunk végig rajtuk a nyakukon, és látszik is rajtuk, hogy, hogy hamarabb elfáradnak. Persze számunkra is fárasztó, de úgy gondolom, hogy eredményességben magáért beszél a szezon. Mennyivel lettek jobbak az anyagi körülmények a háttér, mondjuk az elmúlt egy évben Dunakeszin? Ti például már sztárfizetésekből éltek ott? Én egy éve vagyok a csapatnál, nem hiszem, hogy sztárfizetések lennének, úgy gondolom, hogy mint egy normál ember, hogy dolgozik, olyan, hmm. olyan bért kap, és ezért úgy gondolom, hogy mi is nagyon sokat áldozunk, ugye az esti órákban a tölt, a családtól eltöltött idő, vagy távol eltöltött idő, úgy gondolom, hogy nem, nem ez a lényege az egésznek, hogy most mekkora fizetések vannak. Uh -huh. Azt mondjátok meg, hogy mi lehet itt a cél, nem tudom, mennyit beszéltetek erről, megvan a bajnoki cím, megünnepeltétek, hogy mi lehet itt a cél jövőre az élvonalban? Hát mindenképpen az első régiót céloztuk meg, azt, hogy most megnyerjük a bajnokságot, az úgy gondolom, hogy elsőre nagyon nagy falat lenne, mivel a legnagyobb riválisunk a Győr lehet, nem ugye évek óta őt legalább öt idegen légió szerepel, akik megfordultak akár a saját nemzetük válogatottjába is, és mindenképpen rendkívül jó futballistának számítanak a nemzetközi mezőnyben is. Én szerintem, hogyha jövőre tudnánk egy dobogós helyezést elérni, akkor azzal elégedett nem mindenki. Hát ez egy feljutás után azért ilyen ambiciózus cél. Kunci szerinted nálatok is lesz még, ugye kívül még több idegenlégiós, vagy kell, hogy legyen idegenlégiós ehhez az ambiciózus célhoz? mivel ugye hétfőn nyertük meg a bajnokságot, ezért még elég korai ilyen szempontból a kérdésem, a vezetőség még nem ment bele szerintem annyira ebbe. Biztos, hogy kell erősítés, biztos, hogy lesz is. Én per nem tudok, nem látok bele a klubnak a dolgaiba, hogy mendig ér a takarónk. Ők, ők gondolom ezt de mindenféppen természetesen szeretnénk erősíteni, akár, akár külföldi de elég jós, aki úgy gondolom, hogy olyan külföldivel, aki nagyon jó beilleszkedett ide is, például a Zsordi személyében. Ezt a vezetőség fogja eldönteni. Ugye a hírek szerint a klub két csapatot fog indítani, tehát azért majd az MB2-ben is elindul az egyik csapat, meg lesz az elit csapat szerint, ti az MB1-ben. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi keret is óhatatlanul ketté fog válni, tehát hogy lesznek inkább olyanok, akiknek mondjuk az ideje nem engedi, meg inkább működvelők is már ez a szinten kevesebbet fognak, vagy nem fognak beférni az első keretbe. Hogy fog ez kinézni? Nem tudom, hanem teljesen képlékeny. Én még erről nem nagyon tudok, hogy pontosan hogy lesz elvileg hallottam én is hangokat, hogy hogy lesz, mint lesz, de ez el fog dolni, szerintem a következő hetekben. Uh -huh. Hát akkor jó, akkor majd visszatérünk erre, azt mondjátok uh -huh. meg, hogy ti mindenképpen maradtok-e Dunak és a hát úgy gondolom, hogy nem, nem lehet más cél egy olyan futszeros számára, aki Magyarországon játszik, mint hogy vagy a Győrbe, célozza meg, hogy szeretne futszerozni, illetve a másik hely jövőre mindenki számára csak a Dunakeszi lesz, aki a fejlődést fejlődés szeretne ezt felmutatni. Ezt ez a a meg a Barcelona itthon. Ez hát a hát, kettő viszont egy mondom, idő kis után majd a szintre. Na jó, minden esetre akkor tényleg ne rohannunk egy, hanem még egyszer gratulálok a bajnoki címhez, és akkor folytatjuk majd, amikor már látjuk pontosan a jövőt. Köszönjük, hogy itt szépen, köszönjük. köszönjük.